Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A Szolnok nyerte a Kékcápák előtt a második Sitko Ernő emléktornát. Az NB1-es Újpestet fogadja a Magyar Kupában a Máté Szalkai MTK. A junior VB után pihenőjét tölti, majd készül a rövidpályás OB-ra Barna Bianca. 6 gólos győzelemmel kezdte a szezont a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Közel 600-an vettek részt az Extreme Trail Weekend teljesítménypróbán. A Szolnok Jóolajbányász csapata nyerte a második Sitko Ernő emléktornát, miután a döntőben 74-65-re legyőzte a rendező Hübner Nyíregyháza Bullsharks csapatát. A harmadik helyen a Debrecen végzett, a negyedik hely pedig a Budapesti Honvédnak jutott. A torna előtt azt mondta ezen a két mérkőzésen, a legfontosabb, hogy fejlődés, láss, fejlődjön a csapat. Láttál ilyen jeleket? Abszolút láttam első mérkőzésen szinte végig, tehát az teljesen volt. Itt a második mérkőzésen is voltak jó jelek, tehát azt gondolom, hogy összességében nem lehetek elégedetlen. Voltak olyan játékosok, akik most érkeztek, vagy még nem nagyon sokat játszottak, milyen benyomásokat szereztél róluk. Látszott, hogy cserélgeted a játékosokat, keresed azt a csapatot, amelyik a legoptimálisabb lehet. Van még idő a rajtig, előbb-utóbb gondolom megtalálod. Így van, próbálkoztunk többféle felállással is, illetve valamikor a kényszer vitt rá minket, hiszen fault problémák voltak, vagy fault problémák miatt nem tudtunk valamit kipróbálni. Valóban keresni kell, főleg akkor akadozott a játékunk, amikor a Szolnok egy kicsit keményedett a védekezésen, és akkor keressük magunkat. Amikor jól védekeztünk és volt ritmusunk, akkor úgy gondolom már tudunk szép dolgokat csinálni, viszont felállt védelem ellen, amikor az ellenfél keményen védekezik, akkor is meg kell tudni találni a megoldást. Egy-egy meccsen nem csak a játék tudásról tett tanúbizonyságot egy játékos, hanem meg lehet figyelni, hogy milyen karakter, ezekről milyen benyomásokat szereztél. Pozitívum az, azt gondolom, hogy az irányítónk egy rövid idő kivételével jól kontrollálta a mérkőzést, itt a második félidőben volt egy kis rövid zárlata, de ezt meg kell tanulni. Úgy gondolom, hogy a Marek Dolezsáj szemében van egy olyan játékosunk, aki hiába magas ember, de ilyen szituációkban elő tud lépni, segíteni nekünk. Sajnos a J.C. Hillsman-t most nem tudtuk megnézni ilyen erős ellenfél ellen, és kiemelném Kass Balázst, aki azt gondolom, hogy a két meccs alapján bizonyított, hogy nem véletlenül került ide. Úgy gondolom, hogy a Kis Benedek is ezt fogja tudni hozni. Neki még a dobásai nem estek be, de úgy gondolom, hogy a támadásban a mezőny munkája már teljesen rendben van. Szeptember végén kezdődik a bajnokság. Mi addig a program? Még addig fogunk 3 edzőmérkőzést játszani. Jövő héten a Debrecennel fogunk egy oda-vissza mágót játszani, illetve a Budapesti Honvédhoz fogunk még ellátogatni. Tehát ez a 3 edzőmeccs van, illetve hát még edzésekkel, ide videózással fog telni az idő, mert sok dolgot kell még kijavítani, és kevés az idő. Két átcsoportos csapat ellen játszott, milyenek az első benyomásai? No, for sure, we played two. Nagyon örülök, hogy ilyen erős csapatok ellen tudtunk játszani, hiszen felmérhettük azt is, hogy mi milyen állapotban vagyunk, és hol tartunk a felkészülésünk során. Új csapat vagyunk, formálódunk, van, aki még csak most érkezett, de nagyon örülök annak, hogy ilyen erős tornán és ilyen jól szervezett tornán tudtunk bemutatkozni a hazai közönségnek. Ilyen mérkőzésekre van szükség, hogy fel tudjunk készülni jól a bajnokságra. A válogatott beli elfoglaltság miatt picit később csatlakozott a kerethez. Milyenek a benyomásai az újtársakról? I think we're a really good team. Jó fiatal atlétikus csapat benyomását keltettük, azt gondolom. Vannak idősebb játékosaink, de inkább a fiatalság és az atletizmus, ami dominál nálunk. Ez kell egy picit majd a tapasztalattal összegyúrni, és azt gondolom, hogy egy jó csapat lehetünk a szezonban. Próbálunk tanulni minden mérkőzésből, és így megyünk tovább. Egy felkészülési tornán nem az eredmény az elsődleges, de gondolom azért nem bánjátok, hogy megnyertétek a Sitko Ernő emléktornát. Mennyire szolgálta jó a felkészülést a Debrecen és a Nyíregyháza elleni meccs? Azt gondolom, hogy kiválóan szolgálta a felkészülésünket, lépésről lépésre adunk. Ez volt az első olyan úgymond back-to-back kétnapos terhelése a csapatnak, mikor egymás után két napon játszott a mérkőzés. Nagyon fontos volt, hogy figyeltünk a játékpercekre, és nem akartunk túlterhelni senkit, nem akartunk a sérülést kockáztatni. Hála Istennek ez sikerült, legfontosabb az volt, hogy nem sérült meg senki. Amellett, hogy nyilván, hogyha a Szolnokban játszik, a Szolnok a pályára lép, mindig a győzelemre kell törnie, akár felkészülési szezonban, akár a kupában, akár a magyar bajnokságban. Nyilván örülünk a győzelemnek. Nagyon jó csapatépítő tréning volt, úgymond ez a hétvége. Sokat tudtak a játékosok együtt lenni hotelben, szabadidőkben, és a legfontosabb az, hogy két győzelemmel zártuk a tornát. A tavalyi bajnokság nagyon kiegyensúlyozott, kiegyenlített volt. Most még nem lehet tudni, szinte mindegyik csapat átalakult, hogy milyen lesz az előttünk álló. Mik a Szolnok céljai ettől függetlenül?
A Szolnok céljai mindig az érmes helyezések egyikének a megszerzése. Ugye tavaly sajnos nem sikerült a legjobb négybe kerülnünk, nem sikerült a nemzetközi kupát kivívnunk. Nyilván ez valamilyen szintű csalódás volt, egy kicsit felettette ugye a kupa győzelmünket. Idén nem más a célunk, mint az, hogy valamelyik érmes helyezést megszerezzük, és jövőre szeretném magunkat kvalifikálni legalább a FIBA Eurocupban. Játszottál Nyíregyházán, milyen érzésekkel térsz vissza néha Bújtosi csarnokba, pontosabban most a Continental Arénába? Igen, a Continental Arénába. Amióta itt játszottam, nyilván egy gyönyörű létesítmény lett a Bújtosiból. Azt gondolom, hogy európai színvonalú a létesítmény. Én jó magam először voltam Ernő emléktornán, Sitko Ernő emléktornán, abszolút megható volt. És az emlékét örökre megőrzem én is. Könnyeimmel küzdöttem mind a megnyitó ünnepségen a beszéd alatt, könnyeimmel küzdöttem, mikor a koszorúzás ceremónia volt. Egy legendát vesztettünk el, de az emléke örökké itt lesz a szívünkben. A hétvégén rendezik a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulóját. A megyei első osztályban szereplő Máté Szalka MTK szombaton 13 órai kezdettel az NB1-es Újpestet fogadja. 2 hónapja vagyok itt Máté Szalkán, nagyon-nagyon jó benyomásaim vannak, mint a városról, mint a klubról. Azért egy nagyon nagy múltú klubhoz érkeztem. Ez is nagyon, nagyon befolyásolta, hogy én ide tértem, illetve a Bárkonyi György, akivel egy ilyen hosszú folyamatnak lett ez a vége, hogy én itt kötöttem ki. Nagyon-nagyon jól érzem magam, nagyon jól telt el az eddigi időszak. A játékosok nagyon vevők a munkára. Abszolút mindenki beállt a sorba, amit elterveztem, ami a filozófiám, úgy érzem, hogy a csapatot abszolút ezt rájuk fel lehet építeni. Ugye az elmúlt időszakban lejátszottunk 4 bajnoki mérkőzést, és 2, jobban mondva a megyei kupával együtt 3 kupa meccset, ahol van sajnos 2 vereségünk, ugye a bajnokságban a Károsemjén, az első forduló, illetve az elmúlt hétvégén Mándokon, ami nagyon-nagyon fájó a Mándoki, mert Károsemjénben még nem is futballoztunk úgy, meg egy rendkívüli jó csapatnak tartom a Károsemjét, a Mándokot is jó csapatnak tartom, csak itt nagyon jól futballoztunk, illetve rengeteg helyzetet hagytunk, és nagyon-nagyon fájó ez a elhullajtott pontok, mert remélem ez a végén majd nem kerül sokba, de nagyon-nagyon sajnálom, mert a srácok jól dolgoztak, csak az a pici plusz hiányzott, ami talán mi javunkra döntötte volna a mérleg nyelvét, ez nagyon fájó. Ugye a kupában eddig jól szereplünk, ugye kiejtettük az Ibrányt, az egy osztálytárs volt, ugye csak büntetőkkel, illetve a Hidas Német itt egy Borsodi megye első osztályú csapatot, tavaly még NB3-as csapat volt, ott a másik fél időben magunkéjavára tudtuk eldönteni a mérkőzést, illetve volt itt egy megyei kupánk nagy halászba, idegenben, ahol 4-1-re magabiztos sikert tudtunk aratni, és ugye várjuk itt az elkövetkező hétvégét, ugye ahol az Újpestet, az NB1 csapatot fogadjuk. Nekem 2 vágyam volt, hogy vagy egy hasonló kaliberű osztálytást kapjunk esetleg más megyéből, ahol tényleg van esélyünk tovább jutni. Ugye nem titkolt célunk, hogy azért szeretnénk, vagy szerettünk volna, vagyis jobban mondom, hogy szeretnénk amatőrkupát játszani. Ugye ez arról szól, ahol a legalacsonyabb osztályú csapat legtovább jut, illetve vagy a másik vágyam, hogy egy NB1-es csapat jöjjön. Ugye ez valósult meg, az Újpestet kaptuk, ott akkor már elmondtam a fiúknak, ez még a Vásárosnaményi mérkőzés előtt volt, hogy nekünk addig még van 2 sokkal-sokkal fontosabb bajnoki mérkőzésünk. Reálisan látjuk a dolgokat, tudjuk, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, de mint én úgy gondolom, mint igazi sportember, most is úgy fogunk pályára lépni, hogy szeretnénk tovább jutni, szeretnénk megnyerni a mérkőzést, az legyen NB1-es vagy bármilyen osztályú csapat. Ez most NB1-es csapat lesz, ebből megpróbáljuk kihozni a maximumot. Úgy gondolom, fizikálisan nagyon jó állapotban vagyunk a mi szintünkön. Nyilván az egy NB1 napi szinten több edzés is van, vagy minden nap legalább egy edzésük van. Itt a megyei első osztály szerintem én úgy gondolom nagyon jó állapotban vagyunk, de fel kell nőnünk a feladathoz. Ez egy nagyon-nagyon jó kis férfias feladat lesz. Mondom, az a célunk, hogy mindenféleképpen egy olyan szájíze jöjjünk majd a mérkőzés után, illetve a szurkolók úgy menjenek haza, hogy egy nagyon jó mérkőzést láttak, illetve egy nagyon-nagyon szimpatikus Máté Szalkát, hogyha ne adj Isten, esetleg vereséggel is kell búcsúznunk a kupától. Ezért kezdtük el ezt a nagyon szép sportot, ugye, hogy mindenkinek ez volt a vágya, hogy vagy NB1-es futballista legyen, vagy válogatott futballista legyen, ugye, nem sajnos nem maradhatott meg itt mindenkinek, de viszont rengeteg a fiatal játékos nálunk. Ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség arra esetleg, hogy felhívják magukra a figyelmet. Egy NB1-es klubot fogadunk, ez mindenféleképpen azt mondom, hogy nagyon-nagyon pozitív hatással kell legyen minden egyes játékosnak a teljesítményére. Néhány másodpercig junior világbajnok ezüstérmesnek érezhette magát Limában Barna Bianca,
majd rossz váltás miatt kizárták a magyar mixedváltót. A nyíregyházi úszónő egyelőre pihenőjét tölti, majd elkezdi a felkészülést a rövidpályás országos bajnokságokra. A váltóban igazából mindenki nagyon jól teljesített, szinte mindenki a legjobbját meg tudta úszni. Nagyon szép úszás volt így mindenki részéről. Megláttuk az eredményt, nyilván nagyon örültünk neki, hogy világbajnoki ezüstérmes lesz a váltunk. Viszont amikor kiírták a hivatalos eredményt, mindenki elkeseredett, hát ugye egy kizárás senkinek nem jön jól. A világ második felé rendezték a junior világbajnokságot Peruban, Limában. Ilyen messze gondolom még nem utaztál. Milyen volt megélni ezt a versenyt? Ezen kívül volt egy negyedik helyed a 400-as vegyesváltóban, és indultál 50-100 mellen is. Nagyon messze volt ez a verseny. Átállni szerencsére nem volt olyan nehéz nekünk. Szinte az első pillanattól jól viseltük ezt az egészet. A verseny önmagában nagyon jó volt, szerintem nagyon jó hangulattal telt el az egész. A felkészülés egy picit nehézkesen ment, mivel a medence, ahol tudtunk edzeni, nagyon hideg volt a vize, úgyhogy ez megnehezítette a dolgunkat. Viszont ez a verseny tényleg így évvégéhez képest jól sikerült. 50 méter és 100 méter mellett a 11. helyen zártál, az időkkel mennyire vagy elégedett? Az 50-es egy picit lehetett volna jobb, úgy érzem, viszont a 100-as egész jól sikerült, így hiabból többet tudtam úszni. A verseny vége fele egészen felgyorsultam rá, úgyhogy azok jól mentek. A magyar válogatott 7 arany, 7 ezüstéremmel a második helyen zárt az éremtáblázaton. Gondolom nem volt rossz a hangulat a csapatnál. A csapat ugyanaz volt, mint az Európa-bajnokságon, pár ember kivételével. Már így összehangolódott az egész csapat, és tényleg így tudtunk egymásnak szurkolni, meg tudtuk, hogy ki mire képes. Úgyhogy így nagyon jó volt megint ezzel a csapattal versenyezni. Volt időtök arra, hogy egy picit belepillancsatok a dél-amerikai életformába? Néhányszor tudtunk páros nézni, illetve a partra lenéztünk még az edzőtábor folyama alatt. Szép páros volt egyébként, nagyon tetszett. Szeptember végéig pihenőt kaptál, gondolom annyira nem bánod, aztán kezdődik a felkészülés a rövidpályás felnőtt, majd korosztályos országos bajnokságra. Októbertől kezdődik majd a felkészülésem, pont egy 6-7-es ciklust fér majd bele a rövidpályás országos bajnokságig. Amikor a VB előtt beszélgetünk, azt mondtad, hogy a modern technika segítségével nagy kapcsolatban lesztek Biancával. Feltételezem, hogy napra kész voltál a formájával, az úszásával kapcsolatban. Mennyire vagy elégedett a Limában történtekkel? Én úgy gondolom, hogy junior világbajnokságon elért helyezései, mind a váltó, mind az egyéni helyezések a realitásnak megfelelnek, és nagyon boldogok lehetünk, hogy egy világbajnokságon a világ mások végén részt tudtunk venni. Voltak bennem olyan kétségek, hogy a ráhangolódás egy hetében az edzőtábor körülményei nem voltak a legtökéletesebbek. Nagyon hideg volt, külső hőmérséklet, vízhőmérséklet, ami neki nem kedvez, elég vékony testalkatú versenyzőről beszélünk. De én úgy gondolom, hogy amit lehet, ebben a helyzetben kihoztuk belőle. Igaz, ez a magyar válogatott, hiszen a második helyen zártak az éremtáblázaton. Így van. Kiváló szereplés. Én úgy gondolom, hogy egyetlen ezüstéremmel maradtunk le a japánoktól, akik tényleg le a kalappal, minden versenyszámban egy-két versenyzővel döntős részvétellel léptek föl. Mi mindent megpróbáltunk, bár én úgy gondolom, hogy érződött egy-két kulcsversenyzőnkön az, hogy végigversenyezték az étlapot, az ifjúsági EB, Európa-bajnokság, felnőtt világbajnokság és egy junior világbajnokság. Ez úgy így értékelve, igen, szép eredmény. Bianca is végigversenyezte gyakorlatilag az egész szezont, most kapott néhány hét pihenőt, mennyire van szüksége rá? Mindenképpen. Bár ő nem úgy érzi, ő továbbra is tetre kész és motivált, de muszáj a pihenő, ugyanis december közepéig, teljesen az év végéig a főverseny, egy először az ebben az évben magyar rövidpályás ifjúsági serlő és gyermekbajnokságot rendeznek, ami ugye ifi korosztályos lévén neki ez lesz az egyik főversenye. De lesz felnőtt bajnokság is, arra milyen csapattal készültök? Mindenkit, akinek erre szintje van, én úgy gondolom, körülbelül 20 versenyzőt szeretnénk elvinni, amit viszont megelőz novemberben a magyar felnőtt országos bajnokság, az Kaposváron lesz rendezve. Oda a legjobb 8-10 gyereket fogjuk elvinni, szintén döntős és érmes esélyekkel. Győzelemmel kezdte a szezont az NB2 északkeleti csoportjában a nyírvátori férfi kézilabda csapat. Falcsik Miklós együttese a Tiszavasvári fogadta, és 34-28-ra megnyert a mérkőzést. Végszoros volt a mérkőzés, és a végén nyílt ki az olló. Úgy gondolom, hogy ott talán elveszítette a fonalat a Tiszavasvári, és nem tudtak megújulni. Mi pedig belelkesedtünk a végére, és igazából ötletes megoldásokkal végül is egy 6 gólos sikert értünk el.
Mit kértél a csapattól, és mit láttál viszont belül a pályán? Kemény védekezést beszéltünk meg, abból próbáljuk meg minél gyorsabban ellentámadást indítani a rendezetlen védelem ellen, és hogyha felállt falelni támadásra kényszerülünk, akkor viszont egy türelmes játékot. Na most ez néhányszor nem nagyon sikerült, abban a pillanatban, hogy elkezdtünk kapkodni felállt falelni, akkor mindig hiba csúszott a számításba. Igazából az első fél időben már volt egy jelentős 5 gólos különbség, akkor úgy gondoltam, hogy talán most meg vannak fogva a vasváriak, de itt a játékvezetők is 2 percekkel sújtottak bennünket, amit most az véleményes lehet, ilyen lehet, olyan teljesen mindegy. A lényeg az, hogy nem tudtunk tartani ezt az 5 gólos előnyt, de azért 2-3 gól mindig volt közte. Talán egyszer apadt egy gólra, de azt hamar gyorsan elrendeztük, fiúk. Milyen alapot jelent ez a játék, ez a győzelem a folytatásra? Számomra egy nagyon nagy dolog. Egyrészt az, hogy 4,5 év után visszatértem edzősködni, és sikeresen sikerült a csapattal az első mérkőzést megvívni, illetve hát a srácok a szülinapomra ez az egész jó kis ajándék volt, úgyhogy köszönöm nekik ezúton is. Igazából nagyon értékes győzelemnek tartom. A Tiszavasvári nem egy rossz csapat, ő is benne van szerintem abban a 8 nagyjából egyforma képességekkel rendelkező csapat közé tartozik a Tiszavasvári is. Aki csak az eredményt látja, azt mondhatja, hogy egy olyan mérkőzés hozzá, amilyen sima hazai győzelem született, ehhez képest a második fél időben a Tiszavasvári támadott az egyenlítésé is, viszont végig futott az eredmény után. Először is szeretnék gratulálni a hazai csapatnak, mert megérdemelte a 2 pontot. A mérkőzést, ha szakaszokra bontanám, akkor azt tudnám mondani, hogy nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést. A 20. percig szinte kapus védés nélkül, tehát amit kapura lőttek labdát, az gól lett, és így már jelentős hátrányba kerültünk. Majd a kapuscsere egy picit földobta mind a védekezést, meg volt egy pár védés, volt egy pár indítás, ezáltal közelebb tudtunk jönni a hazai csapathoz. Aztán a első szünet picit még jobban összekapott bennünket, és így közelebb tudtunk zárkózni a fél időbe. A második fél időben szintén jobban kezdett a hazai csapat, bár egy időszak az elején egész jól összeállt a védekezésünk, úgy addig, körülbelül a 40. percig, amikor majdnem az egyenlítésre támadtunk, és az ajtóablak helyzetet hagytunk ki, és onnantól kezdődően összeroppantunk. Felelőtlenül eldobáltuk a labdát, felelőtlenül próbáltuk keresni a beállójátékos, és nem azok az a támadás taktikai dolgokat végezték a fiúk, amiket szerettem volna tőlük kérni, főleg akkor, mikor a hazai csapat átment vegyes védekezésbe. Így úgy gondolom, hogy amennyit mi hibáztunk, azt a hazai csapat könyörtelenül megbüntette, és ezáltal meg is szerezte a bajnoki pontokat. Ha pozitívumokat kell keresni, mi az, amire lehet építkezni a jövőben? Voltak a mérkőzésnek olyan szakaszai, amikor már úgy nézett, hogy a védekezésünk kezd összeállni, természetesen az embereket be kell építeni. Aztán volt olyan időszak, amikor szép támadásokat is vezettünk, de az nagyon nem tudom, mi történt velünk akkor, a kimaradt helyzet, a kimaradt zicser, a 100%-os helyzetet, hogy nem tudtuk belőni, szinte összeroppantunk, aztán felelőtlenül elkezdtünk rohanni az eredmény után, labdákat eladtuk, ez pedig a hazai csapat könnyörtelenül kihasznált. Hogy néz ki a folytatás, ki a következő ellenfél? Otthon játszunk, hát próbáljuk összerakni még jobban a csapatot, Hajdúböszörményt fogjuk fordni, természetesen mindent meg kell tennünk a győzelemért, hiszen nem tudjuk, hogy ebben a bajnokságban milyen erőviszonyok lesznek, mert nagyon sok csapat átalakult, vagy ide jött, vagy kiesett az NB1-ből, tehát nagyon komoly NB2-es bajnokság lesz, úgy gondolom. A felkészülési meccsekből nem nagyon lehetett kiindulni, hiszen nagyon sokszor játszottatok hiányos kerettel. Ennek tükrében hogyan értékel ezt a mérkőzést? Én úgy gondolom, hogy kezdésnek egy nagyon fontos mérkőzésen sikerült felülkerekedni a Tiszavasvárin. Egy rangadóról van szó, és ezt sosem szabad félváról venni, és hál' Istennek nekünk jött össze ez a mérkőzés, és sikerült behúzni a győzelmet. Ez így, ahogy van, ahogy mondod, hogy sok hiányzó sérülés hátráltatta a felkészülésünket, így hiányosan tudtunk edzőmérkőzéseken is teljes kerettel pályára lépni, de úgy gondolom, hogy még azért van mit fejlődnünk, gyakorolnunk, és reméljük, hogy hasonló sikereket tudunk majd folytatni a bajnokságban. A végén jöttek a gólok részedről, így alakult, vagy pedig már akkor ismertétek ki, vagy ismertette úgy ki az ellenfelet, hogy jobban helyzetbe tudták kerülni? Igazából én úgy gondolom így belülről, hogy végig próbáltam hajtani.
lehet, hogy az is benne van, nem nagyon vettek észre akkor még a csapattársak, vagy kellőképpen jobban figyelt még a Vasvár is úgy a gyorsabb játékosokra. Aztán szerintem már fáradt a Vasvár is, de mi tudtuk tartani a tempót, sőt mi diktáltuk, és így hát egyre többet kerültem helyzetbe, amit próbáltam értékesíteni. Mire lehet számítani a következő meccsen? Mit vársz? Egy Debrecen ellen lépünk pályára, ami egy fiatalos, futós csapat lesz. Biztos, hogy nagy iramot fognak diktálni. Idősebb játékosok vagyunk, és így meg kell mutatni. Már az elején én úgy gondolom, hogy oda kell tenni magunkat, és akkor már így az elején lefolytani úgymond a csapatot, és onnan remélem, hogy sikerül majd ugyanígy a győzelem. Mintegy 600-an vettek részt Nyíregyházán az F-szintű a víkend elnevezésű teljesítménypróbán. Szombaton akadályokkal küzdöttek a versenyzők, vasárnap pedig teremfutás vált a sportolókra. Mi is kíváncsian vártuk, hogy ez a kétnapos rendezvény ötletünk mennyire vált be. Úgy néz ki, hogy igen, mert akik távolról jöttek, azok itt aludtak, több vendégészakát hitöltöttek Nyíregyházán, a helyiek meg szívesen kijöttek most vasárnap délelőtt is újra. Milyen kihívásokat tartogatott a szombati nap? A szombati nap nagyon jó volt, 30 akadállyal tűzdelt akadályfutó pályát raktunk össze, közel 600 versenyzőnk volt, többféle korosztályba díjaztuk a versenyzőket, plusz még egy országos bajnoki futamot is lebonyolítottunk. A 600 főt említettél, lehet tudni, hogy nagyságrendileg, bár gondolom a regisztrációt néztétek, mennyien érkeznek a környékre és mennyi az ország más részéről? Azt kell mondanom, hogy olyan fele-fele arányban, de nagyon ismerik a versenyünket az ország minden részén, és Budapestről, Dunántúlról is nagyon sokan jönnek el csapatostól. A mai nap a terepfutásé, milyen távokat kell leküzdenünk a versenyzőknek? Ma két táv lesz, 5 km és 10 km, össze a 10 km-es rajtoltatjuk el, ugyanaz lesz a táv, mint tegnapi napon. Egy gyors pálya lesz, gyorsan fogják teljesíteni a versenyzők, nagyon szép útvonalon a Sóstói erdőben. Erre az évre terveztek még valami hasonló rendezvényt, és ha nem, akkor mikor lesz a következő? Hagyományosan a Tarccal Tokajt-kört szervezzük a következő alkalommal, január 7-én lesz. Tarccalon a pincészeteknél lesz a rajtunk, ott lesz a fesztivál területünk gyakorlatilag. Ennyi fért a mai sportszeletben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!